Üdvözletem, Rejsz Lajos vagyok. Ebben a leckében a Solidage ST 5-ös verziójával egy illesztett csavart fogunk elkészíteni. Ehhez izó alkatrész sablont kell kiválasztanunk. Első lépésként meg kell néznünk, hogy hagyományos vagy szinkron modellezési módban vagyunk. Amennyiben ebben a sávban hagyományos felirat látható, akkor megfelelő módban vagyunk, ha viszont szinkron modellezés van, akkor jobb gombot kell megnyomnunk, kijön egy lista, és a lista legvégén áttérés hagyományos modellezési módba parancsot kell kiválasztani. Érdemes a bázis referencia síkokat bekapcsolni úgy, hogy a bázis referencia síkok előtti kis jelölő négyzetbe bal gombbal kattintunk, és ezzel kipipáljuk a jelölő négyzetet. Ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni dolgozni, ki kell választanunk, hogy melyik parancssal szeretnénk elkezdeni a munkát. Lehet ez a kihúzás, illetve a forgás kihúzás. Tekintettel arra, hogy csavarról van szó, kettőfajta módon is elvégezhetjük a rajzolást. Az egyik, amikor megrajzoljuk forgástestként, tehát forgás kihúzással az alkatrészünket, a másik, amikor hengereket húzunk ki egymás után. Mind a kettőt végig fogjuk csinálni. Kezdjük is el azzal, hogy egymás után hengereket fogunk kihúzni. Ehhez először ki kell választanunk a kihúzás parancsot. Ezután ki kell választanunk egy síkot, amelyre rajzolni fogunk. A síkot kiválaszthatjuk úgy is, hogy a modelltérben a látható síkok közül a megfelelőre kattintunk, vagy a bázis referencia síkok között is kiválaszthatjuk, ehhez azonban a modelltörténetben le kell nyitni a kis pluszjel megnyomásával a nézeteknek a listáját. Itt kiválaszthatjuk akár az előnézetet. Automatikusan vázlatnézetbe kerültünk ezután, ahol nincsen más dolgunk, mint megrajzolni a megfelelő köröket. Ügyeljünk arra, hogy mindig a középpontot jelöljük ki, és így a köröket, amelyeket rajzolni fogunk a későbbiekben, koncentrikusak lesznek. Nem kell külön kényszert használnunk erre. Megadjuk az átmérőt, ami 34-es lesz, és a vázlatot be is zárhatjuk ezzel. A kihúzás hossza legyen 20 mm. Befejezésként ne felejtsük el, hogy a síknak két oldala van, ezért nekünk ezt manuálisan kell kiválasztani egy kattintással a bal gombon. Ha minden úgy néz ki, ahogyan mi szeretnénk, befejez gombbal véglegesítjük a műveletet. Ezután ugye a kihúzás parancsban vagyunk, nem kell kiadni újra ezt, csak immár az elkészült kihúzásra kell az új síkunkat kiválasztani. Kattintással meg is tehettük ezt. Szintén egy kör középpontjával lesz a megfelelő parancs, amit használnunk kell. Azonban itt az átmérő már 24-es legyen. Ez megvan, akkor a vázlat bezárása gombot a jobb felső sarokban meg is nyomhatjuk. Ennek a kihúzási hossza legyen 21 mm. Természetesen ne felejtsük el, itt is ki kell választani a sík megfelelő oldalát. Befejez gombot is meg kell nyomni, ahogy véglegesítsük a kihúzásunkat. Ezután ismét ugyanezt a parancsot kell használnunk, ismét ki kell húznunk egy kört. Ennek a körnek az átmérője legyen 12-es. A kihúzási hossza pedig legyen 32 mm. Majd befejezzük. Ezzel tulajdonképpen összeállt az illesztett csavarunknak a szerkezete. Ilyenkor már célszerű kikapcsolni a bázis referencia síkok, illetve a bázisnak a láthatóságát, mert ez innentől esetleg zavaró lehet. Ahhoz, hogy illeszteni tudjuk
a helyére a csavart, egy letörést mindenképpen tenni kell erre az ívre. A lekeregítés mellett fogjuk megtalálni a letörést, kiválasztjuk a parancsot, és meg kell keresnünk azt az él láncot, amelyet szeretnénk letörni. Jelen esetben ez lesz, a program ezt már ki is jelölte nekünk más színnel. Ahhoz, hogy le tudjuk törni ezt az élt, a zöld pipát kell megnyomnunk, vagy Entert kell nyomnunk. Ugye ez a, amit az előző leckében említettem, hogy amennyiben a tip gomb be van kapcsolva, akkor ilyenkor, ebben az esetben, amikor egy műveletet elvégeztünk, előfordulhat, hogy különböző tippek előugranak. Ezeket érdemes kikapcsolni akkor, amikor már ismerjük a programot, és akkor nem fognak minket zavarni. Alapesetben 5 mm volt beállítva a letörésnél értékként, amit nem elfelejtettünk átírni. Nincsen probléma, mint említettem már az előző leckében, bármikor vissza tudunk lépni akármelyik funkciónál, akármelyik érték megadásához. Jelen esetben a befejez gombtól balra felé időrend és órrendben találhatóak az ikonok. Mivel hogy ez egy egyszerű parancs, és csak egyetlen lépésből állt, ezért csak egyetlen visszalépési lehetőséget látunk, ez pedig a letörés él kiválasztása. Itt ugyanott találjuk magunkat, ahol az előbb, azzal a különbséggel, hogy itt a letörésnél már ki is jelölte nekünk a program, hogy mit kell átírnunk. Az 5 mm helyett írjunk be mondjuk 1 mm-t. Vagy Entert ütünk, vagy pedig ismét a zöld pipára kattintunk, én most a változatosság kedvéért egy Entert ütök. És látjuk, hogy a letörést már át is szerkesztette a program. Amennyiben ez nekünk jó, a befejez gombbal véglegesítjük a parancsot. Nem maradt más hátra, mint hogy rakjunk egy menetet a 12-es hengernek a felületére. Ehhez a furat parancs mellett található menet parancsot kell alkalmaznunk. Ugye ismételten nincsen kikapcsolva a tipsor, ezért a menet jellemzőinél is felajánl egy olyan lehetőséget, amivel meg tudjuk adni, hogy mégis mit szeretnénk. Amennyiben csak hengeres menettel szeretnénk a későbbiekben foglalkozni, akkor a pipát kivesszük innen, és ezt a parancsot nem fogja mutatni elinduláskor. Természetesen hengeres menetről van szó. A program automatikusan felismeri, hogy milyen lehetőségek vannak az adott átmérőhöz, így ezt nem kell nekünk külön beállítani. Azzal, hogy 12-es átmérőjű hengert készítettünk el, ezzel predesztináltuk gyakorlatilag, hogy ez egy 12-es menet lesz. Alul a tipsorban a program mindig segítségünkre elmondja, leírja, hogy mit szeretne. Jelen esetben a hengeres felületen kell kattintanunk, látjuk, automatikusan átugrott a következő megadási lépésre a program, így most azt az oldalt kell megadni, ahonnan a menet elkezdődik. Az pedig ez a külső körív lesz. Kattintunk rajta egyet bal gombbal, és elő is hozta a következő megadási módot. Tehát itt megadhatjuk azt, hogy a menetnek a hossza az a henger teljes hossza legyen, vagy pedig egy adott mélységig. Mi most a henger teljes hosszán szeretnénk, és a típusát is ki tudjuk választani. Ugye a TR az a trapézmenetet jelenti, de nekünk sima métermenet és sima M12-es menetre van szükségünk. Így kiválasztjuk a listából, és hogyha mindennel rendben vagyunk, akkor befejez gombbal szintén tudjuk véglegesíteni. Igen ám, de itt ismételten elfeledkeztünk valamiről, mégpedig azt, hogy technológia helyesen kellene rajzolnunk, ahhoz viszont szükség lenne arra, hogy a menetmetsző szerszám,
az könnyen el tudjon indulni a hengeres alkatrészen, ezért arra is kellett volna egy letörést rakni. Viszont ennyi technológiai szabadságunk van, hogy először elkészíthettük a menetet, és ezután tehetjük rá a letörést. Tegyük is meg, egy letörés legyen 1 mm-es, válasszuk ki az élláncot, és a zöld pipát megnyomva már el is készült a letörésünk. Így a befejezéssel véglegesítettük. Így már egész jól néz ki a csavarunk. Most már csak valami olyan megoldást kellene kitalálnunk, amivel meg is tudjuk szorítani, hogyha rátekerjük az anyát. Ehhez a legegyszerűbb lesz, hogyha két oldalon lelapoljuk. Ehhez a kivágás parancsot fogjuk használni. Kivágás parancsnál is síkot fogunk megadni, az illesztett csavar fejének a síkja tökéletesen meg fog nekünk felelni. Ezzel majdnem elkészült a csavarunk, most már csak lelapolást kell elkészítenünk a csavar fején, hogy ellen tudjunk tartani, miközben az anyát rászorítjuk. Ehhez ugye levágást kell alkalmaznunk, pontosabban kivágás parancsot kell alkalmaznunk. A csavar fejének a síkját fogjuk kiválasztani, és az lesz itt a lényeg, hogy egy megfelelő lelapolást készítsünk el. Ugye azt tudjuk, hogy 24-es átmérőjű az illeszték, emiatt a következő csillagvillás kulcs szabványt érdemes használni, ez ugye a 27-es lesz. Ehhez el kell készítenünk a kivágásnak a profilját. Célszerű az átvesz parancsot alkalmazni, ezzel átvesszük a külső geometriát. Ide be kell most rajzolnunk a 27-es távolságot. Kettő vonalat rajzolunk, a lényeg az az, tetszőlegesen rajzoljuk le, tehát végponti fogó az ne illeszkedjen semmilyen más nevezetes pontra. Egy tipp, az Enter-t helyettesíthetjük a jobb gombbal. Ilyenkor a parancsot tudjuk ismételni. Tehát most megvan igazából a kettő vonal, ezeket be kellene pozícionálni megfelelően. A távolság mérettel megadhatjuk a kettő vonal közti távolságot, ugye ezt tudjuk, hogy 27 mm, illetve a távolság méret parancs ismételt kiadásával meg tudjuk határozni a középpont és az egyik vonalnak a távolságát. Na és itt elmondok egy érdekességet, ha ilyenkor nem beírunk egy számot, ami ugye a 27-nek a fele lenne, hanem egy escape-et nyomunk, és utána kétszer kattintunk a méretre, akkor egy képletszerkesztőt fogunk használni. Ugye először is látjuk, hogy van neki egy neve. Ez a név tulajdonképpen egy változót jelent, ugyanis a Solid Edge a különböző méreteket változóként kezeli, ugye nyilvánvalóan folyamatosan változtathatjuk a méreteket, és hogyha ezekre hivatkozni akarunk, ahhoz arra van szükség, hogy tudjunk rá hivatkozni. A hivatkozás az úgy történik, hogy a képlet rublikába kattintunk, és utána, hogyha kattintunk azon a méreten, amelyet fel szeretnénk használni képletként, akkor behívja annak a képletnek a változóját. És hogyha azt mondjuk, hogy ez középen legyen mindig, akkor el kell osztanunk ezt az értéket kettővel. Abban az esetben, hogyha egy vonal hosszát vagy egy körnek az átmérőjét akarnánk csak előhívni, akkor ha a körívre vagy pedig a vonalra kattintunk, akkor a körnek az átmérőjét, vagy a vonalnak a hosszát, mint értéket hívja be a program, és az ugye nem fog változni
az méretének a változtatásával egyidejűleg. Tehát beírtuk azt, hogy a 27-es méretnek mindig a fele legyen ez a távolság, amit legutóbb megadtunk. Egy Enter megnyomásával már meg is történt az, amit akartunk. Ilyenkor automatikusan visszaugrik a méret manuális megadására, ezt egy Escape megnyomásával hanyagoljuk. Most tulajdonképpen a két vonal közti távolság az pontosan 27, és a középponttól ugyanolyan távolságra vannak. Most nekünk csak erre a kis részre van szükségünk, és a másik oldalon is ugyanerre a kis részre. Az összes többi dolgot, ami felesleges, le kell vágni. A levág parancsot használjuk erre. A levág parancsol lehet a vonalakat egyesével, külön kattintgatásokkal is levagdosni, de hogyha nyomva tartjuk a bal gombot, akkor rajzolunk egy ilyen kis sárga vonalat, és amit ez a sárga kis vonal érint, azt az összes vonalat levágja a parancs. Így most megvan nekünk a kettő lelapolásnak a levágása. Minden vonal csatlakozik, ugye a kényszerekből látjuk, hogy elvégeztük a feladatunkat, vázlat bezárásával a lapolást azt el is végezhetjük. Itt célszerűen ismét a mindenen keresztül helyett kivágás következőig lehetőséget választjuk ki, és ugye egy irányba. Jó, ez megtörtént, befejez gombbal fixáltuk. És így megvan a lelapolásunk. Amennyiben azt szeretnénk, hogy ez ne teljesen legyen lelapolva, hanem csak adott mélységig, akkor természetesen ezt is megadhatjuk. És hogyha ezt utólag szeretnénk így átalakítani, arra is van lehetőség, akkor a kezdőlapra visszamegyünk, a kiválasztás parancsot választjuk ki, és rámegyünk a kivágás parancsra, vagy kivágás műveletre pontosabban, a modell történetben. Ugye három lehetőségünk van a szerkesztésre. Az első az alaklem definíció szerkesztése, a másik a profil szerkesztés, a harmadik pedig a dinamikus szerkesztés. Az alaklem definíció szerkesztésével tulajdonképpen a befejez gomb megnyomásakor látott ikonsor jön elő, és itt akármelyik lépésre vissza tudunk menni. A profil szerkesztés lépésnél egyszerre a profil szerkesztést, tehát a vázlat nézetet fogjuk meglátni. Az alakelem definíció szerkesztésénél pedig ugyanezt az ablakot fogjuk látni, azzal a különbséggel, hogy ez a felső ikonsor, ez nem lesz itt. Jó, tehát hogyha azt szeretnénk, hogy a kiterjedése az ne a következő felületig történjen, hanem adott kiterjesztésig, akkor csak átkattintunk erre a lehetőségre, és megadjuk, hogy ez csak mondjuk 10 mm legyen. Ha ez megvan, egy bal gombos kattintás, aztán a befejez gombbal ismételten fixáltuk a műveletünket. Jó, ezzel el is készítettük az illesztett csavarunkat. A következő leckében erről műhelyrajzot készítünk. A műhelyrajz készítésnél tudjuk meghatározni, hogy milyen tűréseket fogunk alkalmazni. Itt a modellnél erre nincsen szükség, lehetőség ugyan van, de nem célszerű itt megadni, hatékonyabb, hogyha a műhely rajzmodulban készítjük azt el.